Mutassátok be a karaktereteket. A Vocaloidból cosplayezünk Lukát és Kaitot. És az egyik videóklip, ami meg lett csinálva, meg lett hozzájuk rajzolva, abból öltöztünk be. Miért pont ennek a karakternek, ezeknek a karaktereknek? Hát én például Lukának a hangjáért oda vagyok, mert ugye ilyen éneklős program a Vocaloid, és nekem nagyon tetszik a hangja. És ugye amúgy is iszonyatosan nagy Wonderland fan vagyok, úgyhogy ezt így úgy éreztem, hogy meg kell csinálnom. Hát én megtársultam hozzá, de viszont én a Kaitónak a hangját szeretem nagyon. Ti egy párt alkoztok? Nem, ezek különálló karakterek, de így össze-vissza lehet őket péringetni. Meg együtt énekelnek is. Hanyadik vonatok ez? Így 2007 tavaszi óta folyton kív vagyok, egyet sem mulasztottam még el. 2008 óta. De már Pécsen is voltam lent, mindenhol, úgyhogy... És anyadik cosplay? Az is sokadik. Kájmázásokon amon cosplayeztem. Én a második óta, és akkor mindegyikre. Mindig ugyanaz a karakter, vagy nem, a változó? Nem, változó. Mik voltatok már eddig? Fú, hát én voltam Bleachből Unohana, Hero Gravitationből, voltam Kagaminelen, ugye ugyanúgy a Vocaloidból, akkor Angel Sanctuary-ből is cosplayeztem már, meg ugye a legutolsó ilyen, az eddigi legnagyobb cosplayem az az Erzo volt a Fairy Tail-ből. Meg hát van, amikor csak így felveszünk a parókát és valami random ruhát, szóval mi ilyen fényképezéseket is szoktunk tartani így magunk között, úgyhogy sok. Én Csefesztével kezdtem, Lantosi Kudemből, aztán voltam Final Fantasy Versus 13-ból Noctis is, D-Greenman-ből Ellen Walker, aztán hát most Kaito voltam tegnap is, aztán Matroska, most pedig Antony. Most így hirtelen együtt eszembe, hogy a jelmezetek önállóan készített? Hát kisebb segítségekkel, de amúgy nem. Neked kontaktlencse van? Igen. Nem kellemetlen? Már direkt azért így voltak napok, amikor berakosgattam őket, hogy hozzászokjon a szemem meg minden. Csak ehhez nem szoktam. Hát ehhez még nem. Közlekedni szoktál kontaktlencsével? Szoktam. És mit szólnak hozzá az emberek? Mik a reakció? Hát mivel teljesen kiüt az egész arcomba, meg látszik rajta, hogy mi azért így szoktak nézni, hogy úristen, milyen szemed van, meg nem tudom. Meg amikor így CP-be eljövünk. Akkor is általában az első mondata az embereknek, amikor ránéznek, hogy de jó a lencsén, és így az, több minden is van rajtam, de nem baj, jó a lencsén. Mi jut eszetekbe, az az egy szó, ami eszetekbe jut, mondok honról? Hát a haverok, meg a cosplay, nekem így kettő az így egybe tart. Igen, haverokkal cosplay. Köszönjük szépen. Nincs, köszönjük.